Imókő a bükkben található mészkőbérc, amely lábánál egy időszakos forrás található. A fennsík víznyelőiben összegyűlt víz rendszerint a csapadékosabb időszakokban vagy olvadás után az imó barlangból tör elő. Működése általában néhány hétig tart, ott jártunkkor sajnos ki volt száradva. A forrás működéséhez lassú olvadás szükséges, ilyenkor a víz nem a felszíni utakon folyik le. A barlang 85 méter hosszan van feltárva. A forrást megközelíthetjük a Heregréti parkolóból, az oda vezető úton a fennsík egy méltán híres kilátópontjára, a három kőre látunk rá. Csubajuk a nevét egy helyi betyáról kapta, 1932 és 1945 között Mussolini barlangként tartották számon. A Cserépfalu közelében található barlang 279 méter tengerszint feletti magasságban található és a triász időszakban keletkezett. A barlangban 1932-ben neandervölgyi ősemberek csontvázmaradványait találták. Közel 50 méter hosszú, a bejárata 7x7 méter. A barlang ketté ágazik, a jobbra vezető út azonban le van zárva, mert veszélyes. A megközelítése egyszerű. A látogatóközpont melletti parkolóból, a Hor völgyében kb. 10 percnyi sétával elérjük a meredek lépcsősort, ami felvisz a barlanghoz. Hor völgye egyébként a leghosszabb völgy a bükkben, egy talösvény is végigjárható innen indulva. És most már úton Ódorvár felé. Nem messze a barlangtól találjuk az Ódorvár vagy Ódorvár kilátópontot. Az elpusztult vár egy 660 méter magas meredek hegyormon található. Gyönyörű kilátás van a bükk aljára, Hor völgyére. A vár sáncai mára épp hogy felismerhetőek, a falmaradványok az 1950-es években leoklottak. A történelme nem tisztázott, azt viszont tudni lehet, hogy kisméretű várról beszélünk. A kedvező fekvése miatt valószínűleg kevés őrséggel is el tudta látni a feladatát. A vár közelében pihenőhely van kiépítve tűzrakóval.